Nem tudtam jobbat kitalálni, mint hogy kizanzásítottam ezt a kvantummechanika és a hangkis kvantummechanikáról írt szösszenetét. Nagy a hype körülötte, az intézet most adta ki. Minden panel megpróbálta valahogy beleszűrni a dolgot a maga mondani valójába. Én úgy gondoltam, hogy egy kicsit pár percben megpróbálom szubjektív saját nézőpontból előadni, hogy miről is szól, legalábbis az én meglátásomon a dolog. Alapvetően ezzel a buborékról szól, ami az emberi kalandban is elő van adva, hogy annak érdekében, hogy az ember megvédje magát ettől a nagy, marha, ismeretlen, félelmetes univerzumtól, kialakít maga körül egy ilyen buborékot, ezt a bizonyos civilizációt, amelyben biztonságban és szabadnak érezheti magát. Megjegyzem, szerintem ez a kettő ellentmond egymásnak, de ez csak az én véleményem. Időnként persze a buborékok olyanok, ha jönnek az éhes új civilizációk, a mi új éhes civilizációnk itt toporog a küszöbön, úgyhogy elég nagy bajban vagyunk, az az érzésem. Ezek a buborékok, ezek szét szoktak pattanni, és hát a modernitás buboréka, nevezzük így, ez is így szétpattanóban van. Azt írja Hankis, hogy a 20. század nagy gondolkodói, hogy ez az élmény, hogy szét fog pattanni ez a buborék, ez elhatalmasodott a nyugati világ legjobb elmén. Hát ezt örömmel olvastam, mert rajtam is elhatalmasodott, úgyhogy lehet, hogy én is a nyugati világ nagy elméi közé tartozom. De hát, és azt mondja, hogy hát ezt a problémát a társadalom és természettudományok együtt működésével lehetne megoldani, legalábbis szükség lenne rá, ebben viszont teljes mértékben egyetértek. Igen, ám, de hogyan ide a kvantummechanika? Hát sokféleképpen én az egyik legkonkrétabb dolgot választottam ki, a tudat kérdését. Ugye Paul Davis mondja, hogy a tudat által tett szert az univerzum önismeretre, ez egy nagyon érdekes meglátás, és ha ez igaz, akkor az ember nem véletlenül van jelen ebben az univerzumban. És Hankis azt írja, hogy nagyon sokan, és van itt egy felsorolás, úgy gondolják, hogy a kvantummechanika majd valahogy bizonyítani fogja ezt a dolgot, hogy az emberi tudatnak kozmikus jelentősége van. Hankis felsorol néhány hozzáállást, amit a természettudósok ehhez hozzáállnak, ezek között van az elhárítás, amely szerint úgy fest, mint amikor a varrógép és egy esernyő találkozik a műtőasztalon, de a semlegesség, hogy milyen puha változókkal nem foglalkozunk, vagy a tudathasadás, hogy a két dolgot, a természettudósi meg a másik énünket, a vallásos énünket szétválasztjuk egymástól. Na, én ezt mind a hármat használom, de abban, hogy a kvantummechanika ezt meg fogja oldani, abban erősen nem hiszek. De remélem majd Kroll professzor úr jobban felvilágosít bennünket erről a dologról, mert én utoljára a diplomamunkámmal foglalkoztam kvantummechanikával. Nagyon szép, amit Hankis rólunk ír. Felfedezni az univerzum matematikai tételeinek rejtett harmóniáját, izgalmas kaland és lenyűgöző élmény volt ez számtalan tudós számára. Értelemmel, jelentőséggel és jelentéssel töltötte föl életüket. Ez rám teljességgel áll, de nem ezért csinálom. Tehát inkább azért csinálom, tegnap hallottam a Mizsei által lejátszott utolsó Hankis zenei aláfestéssel ellátott monológiában, hogy csellengés és csellengem játszom. Én inkább játszom. Tehát csellengek és játszom, nekem a tudomány játék. Én azért csinálom, mert élvezem, hölgyeim és uraim. Tök jó játék. És hát itt van, a következtetések itt vannak, ugyebár ezt Johnny tegnap már elsütötte, és nagyon nem akarok belemerülni. A lényeg az, hogy annyira komplex és bonyolultá vált a világ, pláne ilyen bonyolult természettudományos matematikai nyelvvel tudjuk leírni sok-sok aspektusát, hogy ezt az emberek egyszerűen már nem értik, és ez a bizonytalanság, hogy ők ezt nem értik, ez kimeríti az ő intellektuális és érzelmi energiájukat, és hogy ennek a kezelésére
megint csak dialógusra volna szükség a különböző tudományok között. Én ebben hiszek, ezért vagyok itt. Az emberiség környezetre gyakorolt hatásáról lesz szó, és hát mindjárt egy elég bonyolult és láthatatlan témát vetnék fel, nevezetesen azt, hogy az ember milyen hatást gyakorol a környezetében a légkörre. És ugye az emberi tevékenységnek a légkörre gyakorolt hatását ma már a légkör összetételében tudjuk tetten érni. És a légkör az egy hatalmas természeti rendszer, itt a légkör fő vagy alkotói szerepelnek ugye milliárd tonnában, és hát látjuk, hogy ez egy hatalmas közeg, illetve érezzük is, és tudjuk. És ezen a rendszeren az ember néhány évtized, vagy egy-két évszázad alatt óriási mértékű változást tudott elérni. Ha megnézzük a második oszlopban azokat a számokat, százalékokat, ami a változás mértékét fejezi ki, hogy az ipari forradalom kezdete óta ebben a hatalmas rendszerben milyen mértékű változást tudunk elérni, az ijesztő. Tehát amikor azt látjuk, hogy már a légköri oxigén mennyiségét, amelyből rengeteg volt a légkörben, és amely ugye több mint 300 millió éve változatlan mennyiségben volt jelen, azt a szén, hatalmas mennyiségű szén elégetésével érthető módon már tudtuk csökkenteni, tehát már kimutatható mértékben csökkent az oxigén mennyisége. Hát attól azért még nem kell félni, hogy meg elfogy a levegőnk, legalábbis ilyen értelemben, de ez figyelemre méltó, hogy az oxigénhez is már hozzá tudtunk férni. Ugye a legtöbbet a széndioxidról beszélünk mostanában itt az éghajlatváltozás kapcsán. A széndioxid mennyiségében is sikerült már több mint 40%-os változást elérni. De beszélhetnék az ózonról is, amely 300 millió évig volt változatlan, amíg az ember meg nem jelent, és mindjárt 4%-kal csökkent a koncentrációja, 3 évtized emberi tevékenységének a következmények. Ezek a gázok, amelyek itt fel vannak ebben a táblázatban tüntetve, nem véletlenül és öncélúan vannak a légkörben, hanem mindegyiknek megvan a maga funkciója. Hát ezeket nyilván tudjuk, az oxigénnek a funkcióját, azt ugye minnyájan tudjuk, hogy ugye mi a szerepe az élő világban, illetve Földön, de az összes többinek is megvan az a szerepe, amely a földi életet lehetővé és tolerálhatóvá, vagy ember számára elfogadhatóvá teszi. A széndioxid ugye az a üvegházhatású gázként azt a hőmérsékletet biztosítja számunkra, amelyet itt a Földön megszoktunk, és amely a üvegházhatású gázok nélkül éppen 33 fokkal lenne átlagban hidegebb, mint amit megtapasztalhatunk. Tehát gyakorlatilag élhetetlen lenne a Föld ezek nélkül, a nyomanyagok nélkül. Most ezek a változások hatalmasak, és hogy csak a széndioxidra gondoljuk, erre a plusz 43%-ra, hogyha bármilyen környezeti, látható környezeti elem ilyen mértékben változna, ennyi idő alatt azon megérnénk. Ha mondjuk a Himalája a 8 vagy 9 kilométeres magasságról mondjuk 13 kilométeresre nőne 100 év alatt, ezt ugye látnánk és éreznék, és ezt az emberi tevékenységnek tudnánk be, akkor azért úgy megérnénk, hogy ennek akkor mi lesz a vége és következménye. A légkör olyan szempontból különleges, hogy ezeket a gázokat nem látjuk. Tehát legfeljebb elhihetjük egymásnak vagy a tudósoknak azt, hogy ezek a változások bekövetkeznek, természetesen ezeknek az okait nagyon jól tudjuk, de nem látjuk. És ezért nem félünk annyira tőle, de ha bármi más környezeti tényező, amit látunk, ilyen mértékben változna, ilyen rövid idő alatt, akkor az biztos, hogy pánikot okozna az emberek között, hiszen abban a pillanatban hát nem tudnánk, hogy ugye mi lenne. Ugyanúgy, amikor az ózon réteg hirtelen 80-as évek elején felfedezték az ózonlyukat, akkor bizony tudományos körökben pánik tört ki, hogy ennek hol lesz a vége, hol fog megállni, és hogy vajon milyen következményei lesznek ennek erre az emberiségnek. Tehát ez óriási, elképesztő az a hatás, amit az ember a természetre gyakorol, és hát ezek közül a legnagyobb hatást a legkisebb földi szférára, a légkörre gyakorolja. Na most, ami ugrunk egy nagyot, tehát azt mondtuk, hogy a légkörnek az összetevői nem véletlenül vannak ott, azoknak mindnek funkciója van, és ha ilyen mértékű változás következik be a mennyiségükben, akkor annak következménye kell, hogy legyen. Most a következményeket szintén nem olyan könnyű észrevenni és megfigyelni, hiszen a Föld az egy kaotikus rendszer, az időjárás az egy
ugye amúgy is rendelkezik mindenféle kirengéssel, szélsőségekkel. Ezekben a változást észrevenni nem annyira könnyű, meg van még egy tényező, ez egy nagy tehetetlenségű rendszer, ami azt jelenti, hogy ha változás hatás éri, arra nem rögtön reagál, hanem annak van egy időállandója, van egy késleltetése, így nem azonnal érzékeljük a hatást. És ebből adódóan az ember már csak olyan, hogy akkor kételkedik, és akkor, ha nem látja rögtön a hatást, a légkörben bekövetkező változások közvetlen hatását, akkor nem hiszi el azt, hogy van ok-okozati összefüggés, és nem hiszi el azt, hogy ez a változás eredményezhet más komolyabb változást is. De vannak olyan régiója a Földnek, az úgynevezett Kanárika bányában, ugye annak idején a bányászok kanárikat vittek le a bányába magukkal, és letették maguk mellé, és amikor a kanári elhallgatott, akkor pucolás volt a lehetett, mert akkor hát valami súlytólég robbanásra lehetett számítani. Ez még a műszeres világ előtt volt, de valójában minden rendszernek vannak olyan érzékenyebb részei, amelyek hamarabb és jobban, láthatóbban reagálnak bizonyos változásokra, mint a rendszer egésze. És a Földön, a Föld rendszerében ilyen a jégnek, főleg az északi sarkvidéknek a jege, tengerjege, az ilyen, ami ezekre a változásokra legelőször reagál. És hogyha a tengeri jég állapotára nézünk, ehhez még különösebb tudomány sem kell, ma már a műholdak korában ezt egyszerű felvételek összehasonlításával meg tudjuk tenni, szépen megszámoljuk a fehér pixeleket a geostacionárius műholdnak a felvételén, megnézzük, hogy mekkora a jég kiterjedése, és ha ezt elvégezzük, akkor azt látjuk, hogy itt 3 évtized alatt a jégnek a mennyisége, kiterjedése az 40%-kal csökkent. Tehát éppen annyival csökkent, amennyivel mondjuk láttuk a széndioxid mennyisége a Földön változott. Ez nem közvetlen összefüggést jelent, de óriási mértékű változásnak lehetünk a sarkvidéken tanulni. És hogyha vastagságát nézzük ennek a jégnek, ez 6 méter vastag több éves jég volt, több évtizedes jég volt a sarkvidéken, ma már csak másfél vagy kevesebb, mint másfél méterre zsugorodott a vastagsága, tehát elképesztő ütemben fogy a jég. És a jég az északi félgőn, itt az Európa számára az a légkondicionálót jelenti nyáron, tehát az a földi légkondicionáló a jég. Ha van jég a sarkon, akkor elviselhetőbb a mérsékelt égőben a klíma. Ha kevesebb jég van, vagy elfogy a jég, akkor bizony, hogy ennek következményeként azért kellemetlenebb, mérsékelt égőben kellemetlenebb időjárásra számíthatunk a nyári időszakban. Hát ez a légkondicionáló jelentem elromlott már, vagy romlik folyamatosan, és ugye ennek, ami itt a mi éghajlati övünkön a már ugyancsak látható jele, és érezhető jele, egy emberöltő alatt bekövetkező változásokról van szó, az a hőhullámoknak, a hőhullámok gyakoriságának a növekedése, amely a 90-es évekig bezárólag ilyen anekdotaszerű esemény volt, tehát egy évtizedben egy-két napot fordult elő, és mindenki arról beszélt, mert az annyira különleges eseménynek számított. Aztán eljöttek a 90-es évek, ezek meteorológiai hőmérsékleti adatok alapján definiált, ugyanolyan kritériumrendszer szerint definiált paraméterekről beszélünk. Eljöttek a 90-es évek, és a 90-es években mindjárt 35 ilyen hőségnapot sikerült abszolválnunk. A 2000-es évek, tehát a 21. század első évtizedében 51 hőségnap volt, és most ebben az évtizedben 61 hőségnapnál tartunk, úgyhogy nincs vége az évtizednek. Tehát valószínűleg azért a 80 az esélyes, hogy ebben az évtizedben meg lesz, de ha nincs szerencsénk, akkor lehet, hogy a 100. Most a hőségnapról azt kell tudni, hogy az már közvetlenül az emberi egészséget és hogy tűrőképességet alaposan próbára teszi. Tehát ez a 27 fok fölötti középhőmérsékletű napot jelenti, amikor aludni se lehet, semmit nem lehet, létezni se lehet, csak sziasztázni legfeljebb. Tehát és hát ugye nagyon sokakat megvisel, és közvetlen következményekkel jár bizonyos csoportok számára, tehát adott esetben komoly egészségi kockázatot is jelent. Na és ezek után, tehát itt szándékosan nem megyek bele részletekbe, tehát van egy nagy változás a légkör összetételében, ami óriási mértékű, és több száz
több száz millió éve, vagy több százezer éve stabil rendszereknek a változásáról van szó. Vannak a következmények, vannak a nagyon jól látható, vagy az érezhető következmények, és vannak olyanok, és itt csatolunk ugye a társadalomra, akiknél ezek az információk, ezek a tények vagy bizonyítékok, ezek nem érik el az inger küszöböt, és most ez különös aktualitást ad ennek itt az elmúlt napok, hetek történése, ugye az Amerikai Egyesült Államoknak a elnökének a döntése, illetve hát a ottani az amerikaiak hozzáállása. Ez egy korábbi közvéleménykutatás, amely eleve értelmetlen, tehát természeti törvényről közvéleménykutatást tartani az már önmagában abszurd. Tehát a kérdések azok voltak, hogy az emberiség hozzájárul a globális felmelegedéshez, ez a kérdés, választható lehetőség, a globális felmelegedéshez nem járul hozzá az emberiség, és a föld klímája nem melegszik, ez is választható opció volt. Tehát erre is lehetett szavazni, és ha nem tudja, az egy becsületes dolog természetesen, mert az ugye az emberi tudatlanságot erősíti, de alapjában véve, és itt még a pártállás is szerint is, hogy Amerikában ez a két fő párt szimpátia létezik, és itt a republikánus, illetve a demokrata szavazók közötti megoszlás is nagyon jól látszik, tehát hogy mennyire a természettudomány, mennyire nem objektív tudomány, mert azok az eredmények, megfigyelések, tények, azok semmit nem számítanak adott körben, és egyáltalán ez teljes mértékben egy társadalmi csoport, vagy egy ország, meg a politikusok is negligálni tudják. Ez olyan, mint a gravitációról népszavazást tartanánk, vagy itt most játszanánk, hogy akkor ki szavaz arra, hogy leesik ez a földre, vagy nem. Lehet szavazni arra, hogy nem esik le, de hát valószínűleg az a fizika erősebb lesz, mint itt a többség akarata, vagy véleménye. Hát most ebben a helyzetben vagyunk, hogy vannak olyan tények, amelyeket elég nehéz megkérdőjelezni, az, hogy az ember milyen mértékű hatást gyakorol a környezetre, annak milyen következményei, már mérhető következményei vannak, és van egyfajta hárítás, amely pedig azt mondja, hogy ez nem is létezik. És itt nyilván az emberi felelősség, és nagyon sok kérdés felmerül, hiszen itt főleg nem is a jelen állapotról, hanem a jövőről, a jövő generációiról, illetve a föld jövőbeni lehetősége, élhetőségéről van elsősorban szó. Tehát, hogy ezt a ma generációja pillanatnyi érdekek mentén hogy tudja kezelni, vagy negligálni, ez a nagy kérdés, és itt kapcsolódik ez a társadalomtudományokhoz. És hát ugye befejezésül talán még egy rövid megjegyzést szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a óriási a felelőssége az embernek abban, hogy hogyan tudja a nem pontosan ismert és jövőben természetesen kiszámíthatatlan változásokat a jelenben kezelni, és hogyan tudja ennek a jelen érdekeit alárendelni. A tudománynak egyébként nem tett jót ez a fene nagy információszabadság, és főleg az internet nem, mert az interneten korlát nélkül a legnagyobb blödségek is teljes publicitást kapnak, és az egyszerű emberek nem tudnak eligazodni az információk áradatában, és az áltudományok, illetve azok a manipulált tudományok, én ezt már nem is áltudománynak nevezem, amelyek bizonyos politikai, gazdasági érdekeket szolgálnak, ezeknek a terjedése az gyakorlatilag megállíthatatlan. Tehát a tudomány számára, a természettudományok számára szerintem az internet az inkább átok, mint áldás, mert ugyan kinyíltak a lehetőségek az információ szerzésre és közlésre, de másoknak is. Tehát az a kontroll elveszett, ami azért korábban, azért egy könyvet nem lehetett, egy tudományos könyvet nem lehetett akárkinek megjelentetni, annak súlya volt. Most az internetre akárki, akármilyen marhaságot feltölthet, és hogyha azt elég látványosan és elég jó marketinggel teszi, akkor azt igen komoly követői akadnak, és nagyon sokan elhiszik. Tehát a gravitációt ki lehet kapcsolni, meg mindent lehet csinálni, és erről
erről irtózatos bölcségeket lehet tudománynak látszó módon megjelentetni. És az éghajlatváltozás az egy ilyen téma, ami elég bonyolult, sokkal bonyolultabb, mint amit látszik, és ezért elképesztő bölcségek vannak, és nyilván ezek nem is mindig szándék nélküliek, tehát ez a zavarkeltés, a homályosítás, az kiváló terepe az internetnek, és nem is ez nem a dark web, hanem ez a normál interneten elérhető információk elképesztő káoszt tudnak a fejekben okozni, miközben ez egy viszonylag nem egyszerű, de egy viszonylag jól definiált természettudományos jelenségről beszélünk, amelynek tudományos módszerekkel lehet és kell vizsgálni, de ma erről mindenkinek van véleménye. Ez felsorakozott a futball, meg az időjárás szintjére. Mindenki tud az éghajlatváltozásról valamit, és valamit olvasott, és valami biztos információval rendelkezik. Úgyhogy én, hát ez lenne a vita indítom, hogy hát erről mi a véleményünk, illetve hát majd a többieknek a véleményét is várom. Köszönöm, hogy meg. Kedves kollégák, egy olyan területre szeretném önöket elvezérelni, amelyet azt hiszem a világon senki sem ért igazán. Ez a kvantummechanika. Albert Einstein maga, aki a kvantummechanika egyik megalapítója volt, és véleményem szerint a 20. század legnagyobb tudósa, maga sem értette. Például a kvantummechanika egy valószínűségi elmélet, Einstein pedig azt mondta, hogy Isten nem kockajátékos. És élete végéig állandóan kétségeket fogalmazott meg vele szemben. Ennek ellenére egy olyan elmélet, amelyet olyan pontossággal sikerült kísérletileg igazolni, mint semmi mást. Ez azt jelenti, hogy 10-12-en, tehát 10-12-es pontossággal sikerült minden állítását és paraméterét igazolni. A történet pedig, ami most ide köti ezt a témát, ez a Hankos Elemér halála előtt néhány hónappal vezetődik vissza, amikor itt a következő házban előadás sorozat volt, én is tartottam egy előadást egészen másról, és az utánam következő előadót Hankis Elemérnek hívták. Hankis Elemér pedig a kvantummechanika társadalomtudományi vonatkozásairól beszélt. Na most nyilvánvaló, hogy az ő gondolatai között voltak nem egészen pontos gondolatok is, hiszen ezt végighallgatva magam is úgy éreztem, hogy itt azért vannak gyönge pontok abban, amit elmondott, aki merem állítani, magam sem értem a kvantummechanikát, noha vele foglalkozom. Ő átadott nekem egy angol nyelvű cikk tervezetet, ami tulajdonképpen egy programjavaslat volt arra vonatkozólag, hogy a társadalomtudományokba hogyan lehetne a kvantummechanikai gondolkodást bevezetni. Itt most nagy angol volt ez, tehát ezért itt most angolul vetítem ki azt, a tartalmát annak az írománynak, ami szerintem itt elérhető, hogyha valaki érdeklődik iránta, és itt lényegében azokat a témákat soroltam föl, amelyek az ő gondolatsorában szerepelnek. Utána leültünk egy kicsit beszélgetni, abban maradtunk, hogy ezt a beszélgetést folytatni kellene, sajnos ezt halála megakadályozta. Ezért én úgy gondolom, hogy egy olyan intézetben, amelyik fölvállalta Hankis Elemér hagyatékának gondolkodását, nem szabad a kvantummechanikáról elfelejtkezni, ezért a továbbiakban én inkább étványgerjesztőt szeretnék mondani, arról, hogy mi mindent lehetne a kvantummechanikával a társadalomtudományok területén csinálni, anélkül, hogy megmagyaráznám őket, ha utána lesz kérdés, megpróbálom valahol titokban megmagyarázni, ha tudom. A kvantumvilág az egy nagyon furcsa világ. Több furcsaság van benne, de alapvetően más gondolkodásmódra van szükség, ahogy, hogy az ember ebben eligazodjék, mint amit a mindennapi életben megszoktunk. A klasszikus világ az egy determinisztikus világ. Tudjuk, hogy az ok és az okozat között milyen összefüggések vannak. Egyik példából tudunk következtetni a következőre, és így tovább. A kvantumvilág egy nem probabilisztikus világ,
például lehet például az, hogy egy részecskének egy adott, ha pontosan tudjuk, hogy hol van, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy pontosan milyen a sebessége. Ha tudjuk, hogy milyen a sebessége, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy hol van. De ennek ellenére a jelenségeket ezzel nagyon pontosan le lehet írni. A kvantummechanikán három olyan unikális tulajdonsága van, amelyek megjelennek a mindennapi életben, de az átlag ember ezt észre se veszi. Az egyik a részecskék és a hullámoknak a kölcsönös kapcsolata, dualitása. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a fény az egy hullám, az atom pedig egy részecske. De érdekes módon a fény hullám tulajdonsága mellett részecske tulajdonságai is vannak, és az atomoknak részecske tulajdonságai mellett hullám tulajdonsága is. Vannak olyan dolgok, amikor a részecske tulajdonság jön elő, van, amikor a hullám tulajdonság. Jaj, bocsánat, nem megyek még tovább. A másik az alagút effektus. Ugye mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ha van egy hegy, amiben nincsen alagút, akkor átmászunk a hegyen, hogy a másik oldalra kerüljünk. A kvantummechanika szerint van ilyen alagút, amit, hogy így mondjam, nem látunk idejelbe téve, és mégis egy részecske át tud rajta óvatosan mászkálni, ezt alagút effektusnak hívjuk. A harmadik pedig az úgynevezett szuperpozíció elve, összekapcsolás, ami azt jelenti, hogy egy rendszer vagy egy részecske egyszerre két állapotban vagy több állapotban is lehet bizonyos valószínűséggel, és nem tudjuk megmondani, hogy melyikben van. Ha meg tudjuk mondani, hogy hol van, akkor elvesznek ezek a kvantummechanikai tulajdonságok. Schrödinger ezt egy olyan példával illusztrálta, hogy van egy doboz, amiben van egy macska. Nem tudjuk, hogy az a macska él vagy megdöglött. 50%-ig él, 50%-ig megdöglött. Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, ki kell nyitnunk a dobozt. Ez a kinyitás, ez a mérés, tehát egy kvantummechanikai rendszeren mérünk, akkor a kvantummechanikai rendszer tulajdonságait elrontjuk általában. Ebből is van kivétel. Na, azt hiszem, hogy illusztráltam azt, hogy mennyire furcsa dolog ez a kvantummechanika, mégis mindennek az alapja. A fotoeffektus, tehát megvilágítunk valamit, és onnan elektronok lépnek ki, ez volt az, amit Einstein megmagyarázott, ami azt mutatja, hogy a foton, tehát a fény részecske tulajdonsága rendelkezik, ráesik a fém felületére, és onnan kilök egy elektront, mint ahogy az egyik biliárdgolyó meglöki a másik biliárdgolyót. Az alagút effektus az pedig azt jelenti, mint ott alul látszik, hogy mintha egy alagút lenne, és az a részecske ott óvatosan átmászik rajta. A harmadik a Schrödinger féle macska, ami fele arányban él, fele arányban megdöglött, mindaddig, amíg nem nyitjuk ki azt a dobozt, amiben ez volt. Na hát ezek a jelenségek persze ennél sokkal kevésbé triviális formában, mint ahogy én ezt illusztrálni próbáltam, megjelennek mindennapi életünkben is. A fizikában a kvantummechanikát alapvető tulajdonsága van, amihez hozzányúlok, azon a területen, ahol éppen most dolgozom, egy aranybánya, mert bárhol, ahol ezt eddig nem hittük, előbújnak a kvantummechanika tulajdonsága, és olyan dolgokat meg lehet vele magyarázni, amit máskor teljesen hihetetlennek képzeltünk. Amire most törekszik mondjuk a fizikai, matematikai közvélemény, hogy ezt a jelenséget, a kvantummechanikát számítástechnikában használjuk föl. Képzeljék el, hogy egy számítógépnek a hatékonysága azzal függ, hogy hány bitnyi rendszerrel dolgozik az illető számítógép. Ugye kezdtünk 16 bitesre, aztán áttértünk 32 bitesre, most már 64 bites számítógépekkel dolgozunk, ez mind a teljesítmény növekedését jelentette. Mégpedig, hogyha kétszeresére nő a bitek száma, akkor kétszeresére nő a számítógép teljesítménye. A kvantummechanikában ez exponenciális változás. Tehát az n-edik, ahány bit van, annak a
hatványával változik a számítógép teljesítménye. Tehát nyilvánvaló, hogy lehet olyan számítógépet kreálni, ami sokkal-sokkal hatékonyabb, mint a klasszikus számítógépek. Hát ezzel már évtizedek óta foglalkoznak az emberek. Hadd mondjam, hogy jelenleg az IBM cég egy olyan 50 bites ilyen kvantum számítógépen dolgozik, amit nem szeretne eladni gépeket, hanem azon a számítógépen gépidőt adna el az embereknek. Óriási számítás nekik a teljesítménye, fantasztikus problémák megoldására, és úgy néz ki, hogy realitása van, hogy ez a közeljövőben működésbe lép. Mennék tovább. Azt gondolná az ember, hogy a biológia aztán tényleg egy olyan dolog, aminek a kvantummechanikán semmi köze. Ez sem igaz. Nagyon sok mindent lehetne elmondani. Ezen az ábrán azt vetítettem ki, hogy a fotoszintézis hogyan történik. Onnan föntről bejön a napsugárzás, egy foton, meglökött valamit, keletkezik egy elektron, és ez az elektron több úton képes keresztül haladni ezen a molekulán, míg azt a hatást eléri, ezt úgy szokták hívni a biológusok a reakciós központ, hogy ott valamilyen biológus nem megyek bele a részletekbe, a hatást érjen el. Na most az elektron a kvantummechanika szerint különböző utakon mehet. Ez látszik ott három ilyen vonallal, különböző utakon mehet. Ezeknek az utaknak a hossza ez különböző, tehát a hullámok, amelyek itt végigmennek, különböző fázisban érik el a másik pontot, és ez interferenciát eredményez. Ez a kvantum interferencia sok következménnyel jár, de ez azt mutatja, hogy a biológiában, most egy szemléltető példa, és belopta magát a kvantummechanika. Pontosan tudjuk, hogy ott van, mert eddig is ott volt. De hadd mondjam például, hogy mit csodálkozunk azon, hogy a madarak hogyan képesek olyan pontosan orientálódni. Például a vörös megy. Elmegy egy bizonyos helyre, pontosan tudja, hogy hova kell mennie, aztán amikor az időjárás úgy változik, akkor visszajön és megtalálja a fészkét. Ezt pedig úgy csinálja, hogy a Föld mágneses tere szerint orientálódik, de úgy, hogy az agyában egy kvantummechanikai folyamat zajlik, egy speciális molekulában, és ez segíti őt ehhez. A biológusok korábban azt mondták, hogy ahol víz van és meleg van, ott kvantummechanika nem lehet. Nem igaz. De hát ilyen módon az agy is egy kvantummechanikai rendszer, és az ember is egy kvantummechanikai rendszer. Ezért a döntései például ugyancsak kvantummechanikai megalapultságú. Most viccesen mondom, de egy könyvben olvastam, aminek a kvantummechanika társadalomtudományi vonatkozásai is a szerepet játszottak, például a tudatban való szerepet játszottak. Ha egy politikus egy döntés előtt áll, most viccesen mondom, ezt olvastam ebben a könyvben, és rossz döntés hoz, az azért volt, mert a kvantummechanika szerint a döntések állapotok különbözők lehetnek. Ugye bizonyos valószínűséggel, ez a rossz valószínűséget választotta. De hát az emberi tudat is kvantummechanika azért megalapozottságú. Hadd mondjam például, hogy például olyan magyarázat is van. Ha van egy közvéleménykutatás, és megkérdeznek egy embert valamiről, az olyan, mint a kvantummechanikai mérés, és ez az ő gondolkodásmódját befolyásolja ezután. Na most hát nagyon primitíven fogalmaztam meg, azt szerettem volna ennek mondani, hogy kvantummechanika nélkül a jövőben társadalomtudomány sem érdemes művelni, ezek a gyökerekhez visszanyúlva. Ezért én úgy gondolom, hogy kőszegen is kell ezzel foglalkozni, különösen, hogyha hangkíselemérnek a hagyományait ápolni akarják. Úgy gondoltam, hogy ezt el kell mondani. Természetesen sok primitív dolgot fogalmaztam meg, aminek mélyebb fizikai tartalma van, de talán azt elértem, hogy van valaki, aki a kvantummechanika felé orientálódna szeretne, és noha nem értek hozzá, de hogyha ilyen van és kérdések jön, szívesen megpróbálok válaszolni, ha tudok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem szépen, ugye hát a fogorvosok és a filozófusok a gyökerekig hatolnak. És mindenki igyekszik valamilyen értelemben a dolgoknak az eredetével kapcsolatban is valami okosat mondani. Nos, tegnap azt az előadást már hallottam, amikor Hankis könyveinek a mostani szerkesztője mondotta, hogy ugye az egyetemi hallgatóknak milyen nagy dolog volt az, hogy a Hankis könyv.
No kérem, gyalázattal, én 1979 és 84 között voltam egyetemi hallgató, és ott nem véletlen pillanatnyi elmezavaromban van feltéve az a könyv. Tehát világosan emlékszem, hogy mi, mint biológus hallgatók, egymás keziből téptük ki annak idején a Hank kis könyveit, ahogy a gyorsuló idő legendás sorozatban jelentek meg ezek. És egy csomó mindenről, amire most szó lesz, meg később is lesz szó egy ilyen interaktív játékszerűségben, amint látom. Ugye, tehát többek között a játékelméletnek a különböző szociológiai használatáról, és onnan lehetett értesülni. Na most, ez a dolog valójában egy egész univerzumra reflektál, és szeretném a társaságnak elmondani, hogy ez a gondolat, ez borzasztóan gyümölcsöző lett a különböző kezekben, és számottevően tovább is ment annál, ami Hank kis könyveiben olvasható, ezt is meg kell mondani. Ilyen értelemben volt egy több hullámban egy ilyen professzionalizálódás ennek a területnek. Most kérem szépen, tehát hogy ez a 70-es években születtek ezek a könyvek, és például itt van 1981-ben egy nagyon híres cikk, nem emlékszem, hogy bármikor is idézte volna Hank is, 1981-ben, Science-ben, The Evolution of Cooperation. Ez egy klasszikussá válik, és nagyon érdekes, hogy a két szerző máshonnan jön, Axelrod politológia professzor, William Hamilton meg evolúcióbiológia professzor. Nos kérem szépen, ez az egyik fókuszpontja az egész dolognak, amiről röviden szeretnék beszélni, de valójában ennél, ha gyökerekig akarunk hatolni, akkor az előbb van, ugye, körülbelül egy évtizeddel. Az igazán klasszikus cikk a Maynard Smith Price cikk, The Logic of Animal Conflict Nature-ben. Miért? Azért, mert ebben a cikkben van megalapozva az evolúciós játékelmélet, Evolutionary Game Theory. Nos, kérem szépen, ez hihetetlenül sikeres lett, elannyira, hogy a játékelméletre való hivatkozások többsége az már nem közgazdasági, hanem biológiai, meg lehet ellenőrizni. Hogy lehetséges, miért van ez? Azért egyébként, mert a biológiai szituációkban az evolúció során a populációk úgy viselkednek, mintha abszolút racionálisak lennének, abban az értelemben, hogy az él túl, akinek az élettartamán keresztüli szaporodási sikere a legnagyobb. Aki nem ezt csinálja, azt nem fog reprezentálódni 20 generációval fölfele, igaz? De ilyen értelemben ez nem tudatos, hogy félreértse valaki, de úgy viselkednek a biológiai populációk, mint a végtelenül racionális aktorok lennének. És ezért lett sikeres, ellentétben a korai játékelmélettel a közgazdaságban, ezért lett annyira sikeres a játékelmélet a biológián, mert ott tényleg lehetett alkalmazni. Most egy kicsit tudom, hogy karikírozom a helyzetet, de van egy nagyon fontos eleme ennek. Mint a Price eredetileg fizikai kémikus volt, a Maynard Smith pedig repülőgépmérnök eredetileg. Csak ez mutatja, hogy mennyire összejönnek a különböző indítatás emberek egy fokális pontban. Most kérem szépen, nagyon sokáig a magyar közvéleménybe ez a dolog nem került így bele. Tehát tanultunk például Vida Gábor miatt ugye az evolúcióról, részben Juhász Nagypál révén és így tovább, de valójában az én emlékeim szerint az evolúciós játékelméletről valami kis duma 1984-nél előbb nem jelenik meg a magyar irodalomban, ez is csak akkor, amikor Vekerdi Laci bácsi az evolúció könyvsorozat negyedik részében a posztmodern evolúciós antiszintézis cím alatt kitér az evolúciós játékelméletnek a szerepére is. Aztán megjelenik Richard Dawkinsnak a Síklaki István által fordított könyve, az Önző gén, The Selfish Gene, ugye, ami megint egy klasszikussá válik. Ott már Dawkins azt írja, hogy Darwin után talán a legfontosabb hozzájárulás az evolúció elméletéhez,
az evolúciósan stabilis stratégiák megszületése. Evolutionarily stable strategies, ez a hivatalos neve a dolognak. Na most az evolúciós stabilis stratégiák az olyan, mint a Nash egyensúly, bocsánat, hogy muszáj valamit mondanom a technikáról. Olyan, mint a Nash egyensúly, csak van egy stabilitási kritérium is, magyarán, hogy az, ha van egy alternatív legjobb válasz, akkor az, hogyha kicsi denzitásban van a populációban, nem tud betörni. Ez a stabilitási kritérium. Ezért több az evolúciós stabilis stratégia, mint a Nash egyensúly. Na kérem szépen. Most, hogy ezek megvoltak, akkor elkezdték lassúdadon vizsgálni ezeknek a különböző modelleknek a kooperációban betöltött szerepét, ugye visszamenve az Axelrod-Hamilton cikkre. És 2003-ban jelenik meg egy nagyon fontos könyv, egy Dahlem konferencia könyve, Peter Hammerstein szerkesztésében, The Genetic and Cultural Evolution of Cooperation. Na, ez rendkívül fontos, mert a címe mutatja, hogy itt két dolgot kell összerakni. Ugye? És ugye várurunk kedvenc szavajárásával, ugye? Tehát mindenkinek kicsit ki kell jönni a komfortzónájából ahhoz, hogy valamiféle előrelépés lehessen tenni. Az a könyv, tehát 2003-ból ebbe az irányba megy. Na kérem szépen, mi minden történt? Röviden. Az egyik dolog az, hogy az emberek elkezdtek kísérletezni ellenőrzött feltételek között, ugye például egy Ernst Fehr nevezetű nagyon híres experimentális ökonómus az ETH-ból Zürichről, amikor ilyen klasszikus játékokat egyébként, amit például ezt Hankis is érinti, ellenőrzött körülmények között, különböző feltételezések mellett újra és újra játszották az emberekkel, méghozzá tétje volt a dolognak, tehát komoly pénzeket lehetett veszíteni és nyerni, amit be is kellett írni a grant applikációkba, mert oda kellett adni a pénzt. He? Na, tessék elképzelni, hogy a Magyarországon az OTK-nak beadok egy olyan pályázatot, amiből kiderül, hogy én szét fogok osztani egy csomó pénzt az embereknek. Na, ott azért Svájcban kicsit több pénz van, ott ez azért könnyebben ment. Na, a lényeg az, hogy ezek a kísérletek aztán egy csomó minden dologban kitágították a látókörünket, erről beszéltem máshol is, például itt egy kocsmában, Kőszegen, nem fogok a részletekbe belemenni, ám de valamit azért nagyon szeretnék elmondani, hogy a kooperációnak a vizsgálata, így, meg úgy, meg amúgy modellek, kísérletek, antropológiai összehasonlító vizsgálatok, kutyagumi, minden, ami eszébe jut az embernek, az világosan megmutatta, hogy az az idea, ugye a nemes vadember, the noble savage, tehát az abszolút bullshit kategóriában tartozik. Tehát soha nem volt ez egy olyan fantazmagória. Kérem szépen, ahol nagyon megbízható adataink vannak, azok a vadászógyűjtögető, hunter-gatherer társaságok, akik ma is léteznek, hála jó Istennek, meg nagyon régóta, ugye százezerek évekre visszamenően is léteznek, és hogyha azt megnézzük őket, akkor azt látjuk, hogy statisztikát lehet készíteni, a statisztika szerint egy átlagos vadászógyűjtegető embernek a sansza, hogy az életét egy másik vadászógyűjtegető ember fogja kioltani, az nagyobb, mint 10%. Tehát több, mint tizedelés zajlik, és zajlott azokban a populációkban, és ez nem korlátozódott, ladies and gentlemen, arra, hogy a hímek ugye Dudasszó mellett fejbe verték egymást, hanem például ez egy korai genocidiumnak a dokumentálás, ez viszonylag új, ez 13 ezer év előttre származik, lehet látni, hogy kecsesen össze vannak kötve a kezek, a hullája kezei, és hímek, vagy férfiak, nők és gyerekek egyaránt ott vannak kellemesen a hekatombában. Tehát szépen agyonverték egymást. Egyébként nagyon érdekes, ezt nem tudjuk, hogy van-e direkt kapcsolat, de pontosan körülbelül 13 ezer évvel ezelőtt volt egy impact, egy meteorit
jellegű impact, ez szintén nem régi felfedezés, ami természetesen az akkor egyébként még mindig nagyon fluktuáló éghajlatot még rosszabbá tette, és lehet, hogy a konfliktus a forrásokért kieleződött, és ez az extrém eset, tehát amikor nem csak ugye hímek ütik agyon a másikat, hanem végére járnak a dolognak, ha szabad így mondani, lehet, hogy összefügg ezzel a dologgal. Nos, ez annyira igaz, hogy Sam Bowles 2007-ben, aztán rövid pár perc múlva abba is hagyom, de ezt muszáj megmondanom. Tehát Sam Bowles eredetleg mikroökonómiával foglalkozó úr a Santa Fe intézetből egy munkatársával produkál egy cikket, Parochial Altruism and War címmel a Science folyóiratban, amiben lényegében egy modellt csinál a szituációra, hogy egy hunter-gatherer society-ban a konfliktusok és a kooperációk tekintetében milyen minimális dolog az, ami megmagyarázza ezt a fajta kétarcúságot. Kurzum gut, nem megyek bele a részletekbe, bár azok vannak szépen, azt találja, hogy van egy olyan stratégia, ami, ha nem is szorít ki mindenki más, de nagyon nagy gyakorisággal újra és újra dominálja a populációt, az a parokiális altruista, ami azt jelenti, hogy lelkesen kooperál a csoporton belül, és dudaszó mellett hajlandó agyonverni az egyéb csoportnak a tagjait, ugye, a külső csoport. Na most kérem szépen, ennek a cikknek a citációs statisztikája az, hogy majdnem eléri a 700-at 2007 óta, és a legkülönbözőbb emberek elkezdtek foglalkozni, hogy ez most, ők megmondták, hogy az nem tudjuk, hogy ez így van-e, de félredetességes. Ezek a modellek, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni annak, aki nem modellez, ezek ha-akkor típusúak. Ha ezek és ezek a feltételezések igazak, akkor ez és ez a következmény. Az egy empirikus kérdés, hogy a feltételezések stimmelnek-e, illetve, hogyha a feltételezéseket módosítjuk, akkor mi egyéb következmény jön ki belőle. No tehát, darüber hinaus, ahogy a művelt kínai mondja, így van, de pontosan, de darüber hinaus, nagyon sok vizsgálat született a 2007-es klasszikus cikk óta. Nyilvánvalóan nem fogok most maradék két percben 700 cikket ismertetni, de néhány dolgot azért el kell mondanom. Az egyik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, az a következő volt, ami tulajdonképpen következménye az elméletnek, és akkor, amikor publikálták, akkor még senki se látta előre, hogy ilyen is lesz belőle. Nagyon fontos azt megtudni, hogy milyen biológiai mechanizmusok mediálják a szociális viselkedéseket. És ebben többféle dolog szerepel, ugye rendszerről van szó, de az egyik, ami nagyon fontos szerepet játszik, egyébként az emlős állatokban általában is, az az oxitocin nevezetű hormon. Az oxitocin viszont nagyon érdekes dolog, mert ugye, úgy még úgy tanultam a középiskolában, hogy ugye az a terhes méh összehúzódását segítő. Hát ez egyik szerepe, bennem is van egyébként oxitocin, és egyelőre még nem látom, hogy különösebben terhes lennék. Tehát valami szerepe ugye itt van. Na, állatokban például a territoriális viselkedés az utódgondozásban van többek között szerepe. Na de, most akarom, ez lesz a punchline akkor, a jutalom. Kérem szépen, az oxitocint spray formájában az embereknek egyszerűen nazálisan be lehet adni. Nincsen egyébként szaga. Tehát ez még külön jó dolog. Tehát azt csinálták, hogy kooperációs kísérleteket csináltak úgy, hogy vagy oxitocint fecskendeztek, tehát az orron keresztül a pofákba, vagy nem. Okay? És megnézték, hogy hogyan viselkednek az emberek ennek. Nos, hát történetesen az a megdöbbentő eredmény jön ki, hogy az oxitocin hatása legalábbis a kísérletben szereplő férfiakra, az gyakorlatilag megegyezett azzal, ami a parokiális altruizmus
elméletéből következne. Vagyis, hogyha oxitocin hatása alatt vannak a drága férfiak, akkor megnő a csoporton belüli kooperáció valószínűsége, és megnő a más csoportokkal szembeni agresszív viselkedés valószínűsége is, de van egy kis bibi. Az agresszió ugyanis kétféle lehet, offenzív és defenzív. A kísérletekben az, hogy az defenzív agressziónak a valószínűségét növeld, offenzívét nem. Nem tudjuk, hogy mi a diszkrepancia, de attól izgalmas a tudomány, hogy meg kell tudni, hogy mitől van a diszkrepancia. Aztán, ez az utolsó, csak hogy Jim is itt van, el akartam még ezt mondani, egy Ruth Mace nevezetű antropológus az Imperial College in Londonból csinált egy kísérletet Észak-Írországban, katolikusok és protestánsok bevonásával, úgy, hogy ők nem tudták, hogy kísérleteznek rajta, ugye az az igazi, nem úgy, mint a kvantummechanikában, de nem tudták, hogy kísérleteznek rajtuk. Lényegében a kétféle kísérletet végeztek, az egyik az, hogy milyen valószínűséggel adakoznak különböző iskoláknak, ha felszólítják őket, illetve, hogyha találnak egy levelet az utcán, akkor milyen valószínűséggel mennek be a postahivatalba, mert külön út, be kell menni a postahivatalba, aszerint, hogy a megítélésék szerint most ez katolikus, vagy protestáns, vagy mondjuk zsidó, ugye? Tehát nem tudom, igaz? Na, kérem szépen, ebben a kísérletben Ruth Mace azt találta, hogy valóban igaz az, hogy ez a clue, tehát hogy in-group, out-group, ez valóban az ellenőrzött kísérletek következményeként azt derült ki, hogy az embereket valóban triggereli az a helyzet maga arra, hogy az out-gruppal szemben ellenségesen viselkedjenek, vagyis eldobják egyszerűen a levelet, de a saját csoporttal kapcsolatos kooperáció szintje nem növekedett a kísérlet során. Tehát itt ugye a predikciónak a másik érdekes, a másik oldal egy kicsit sántít. Na, a jövő zenéje lesz az megtudni, hogy milyen kontextuális hatások vannak, amelyek nyilvánvalóan bonyolultabbá teszik a képet. Az ilyen modellek soha nem, amikor megjelenik 2007-ben egy ilyen modell, a szerző se gondolja komolyan abban az értelemben, hogy akkor ez most pure gold, ugye ez tiszta arany, akkor ő most megmagyarázott mindent. De a pure gold, vagy ma majdnem pure gold ott van, hogy közel 700 cikket triggerelt, amikor a legkülönbözőbb aspektusából próbálják áttekinteni a helyzetet, kísérleti, elméleti, összehasonlító, antropológiai, mindenféle dologból, és így úgy látszik, hogy mélyebben a tudás elmélyülése, amit például a kvantummechanika hozott a kémiában, a tudás elmélyülését ezek a kísérletek, elméleti modellek és hasonlók valójában meg fogják hozni ebben az elég nehéz kérdésben is, ahol nem babra megy a játék, mert azt világosan tudjuk, hogy azok a jelenségek, amelyeket Gelencsér professzor bemutatott, ezeknek a problémáknak a megoldására vagy kooperatív megoldás születik, ladies and gentlemen, vagy nem lesz megoldás, és akkor lesz egy kis baj, ugyebár. Köszönöm szépen. Megkérem őket, hogy 5 percben reagáljanak a több másik kettő előadására. Nem tudom, milyen sorrendben. Két rövid reakciót van, akkor megenged a tisztelttársak. Az egyik az, hogy ami hihetetlen fontos az klímaváltozással kapcsolatban, ez nem feltűnő, de valójában létező jelenség, hogy gyakorlatilag egy tömeges kihalás, egy antropogén tömeges kihalás közepén vagyunk. Hogyha megvizsgáljuk a fajok eltűnésének a rátáját, az megegyezik a nagy kihalásoknak a rátájával. Ez egy olyan dolog, ami biztosan visszacsinálhatatlan,
ezek a fajok, ha egyszer tényleg eltűntek, nem jönnek vissza. Egy részét, nagyon kis részüket talán genetikai mérnökösködéssel fel lehet majd támasztani, de ez elenyésző része lesz ennek a dolognak. Ez az egyik dolog, ahol a biológia bekopogtat az ajtón, hogy valami nagyon nagy baj van. A másik az, hogy akik a klímaváltozásban nem hisznek, elég, hogyha megnézik a fajok habitátjának az elmozdulását. Tehát ez borzasztó egyszerű megnézni már a mai eszközökkel, és lehet látni, hogy durván vonulnak a fajok a klímaváltozás hatására, aminek az egyik veszélye, ugye itt volt egy IASC fellow a múlt évben, a Dan Brooks, az egyik dolog az, hogy sajnos új kontaktuszónák keletkeznek, az új kontaktuszónák pedig új betegségek megjelenéséhez vezetnek nagyon könnyedén, aminek az első dokumentációja már megvan. Tehát ezt szerettem volna erre kvantummechanikára még visszatérve. Amit azért fontosnak tartani, megjegyezni, hogy nem csak ilyen ezotérikus dolgokban van jelen a kvantummechanika, mint a fotoszintetikus reakciócentrumnak a hatékonysága, hanem abban is önmagában, hát a kémia világa, az nem létezik, tehát a kémiai kötés klasszikus képpel értelmezhetetlen. Le lehet írni vegyértékekkel, meg csak érteni nem lehet. De a kvantummechanika az kiterjeszti ezt a megértést, és ahogy mondtam, elmélyül a tudásunk a kvantummechanika által. Köszönöm szépen, ennyi szeretném. Nekem is két megjegyzésem van akkor. Az egyik a klímaváltozáshoz. Azt hiszem azt, hogy klímaváltozás van, azt mindenki érzi. Aki megy az utcára, vagy ránéz a tévéképernyőre bárhol. Akik ellenzik ezt, azok pedig azt mondják, hogy nem lehet szétválasztani az emberi tevékenységet a geológiai folyamatoktól. Tehát, ugye te mondtad, hogy ilyen régen is volt már, mint ami most van, pedig akkor még nem volt széndioxid kibocsátás. Például a Trump is ezt mondja, hogy most valakit, aki döntési helyzetben van. Tehát én amit nagyon fontosnak tartanék, hogy olyan ismérveket találni, ami sokkal jobban szét tudja választani ezt a kettőt. A másik megjegyzésem az, amit Őrs elmondott, amögött egyértelműen ugyancsak kvantummechanika van. Tehát az, hogy csoportok hogy gondolkodnak, hogy kooperálnak, hogy nem kooperálnak, az, hát most valami szamárságot mondok, de csak azt szeretném ezzel illusztrálni, miről van szó. A kvantummechanika például olyan dolgokat is leír, hogy a világ egyeteme egyik végén van egy részecske, mondjuk egy elektron, és a világ egyetem másik végén van egy másik elektron. Ha ez a kettő kvantummechanikailag nélkül össze van kapcsolva, ez a harmadik ismér, amit én felsoroltam, akkor ha az egyiken történik valami, azt a másik is látja. És ennek a biológián keresztül való tükröződése lehet, érzésem szerint, mindannak a háttere, amit Őrsét elmondott a törzs gyakorlata, vagy csoport gyakorlattal kapcsolatban. Magyarul újra egy adalék ahhoz, hogy a kvantummechanikára oda kell figyelni. Igen, én az együttműködéssel kapcsolatban, meg itt a csoportok közötti együttműködéssel kapcsolatban, ugye ma már nagyon sok lehetőség van arra, hogy különböző módszerekkel, adatbányászati eszközökkel a csoportok viselkedését és kommunikációját feltérképezzék, és Amerikában csináltak egy ilyen, éppen a itt a republikánus demokrata, tehát az elnök választással kapcsolatban olyan felmérést, hogy bár ott ugye viszonylag sokszínű a média, tehát nagyon sokféle irányultságú sajtótermék, meg internetes oldal van, de mégis az adott csoporthoz tartozóknak a preferenciája szinte kizárólagos. Tehát magyarul úgy tesznek, mintha csak az a sajtótermék vagy csoport létezne, mint ami nekik a kedvező gondolatokat hordozza, és nem is vesz tudomást, nem is jut el. Tehát akkor, amikor egy kantitása lenne az ellentétes vélemény, hogy azt is megismerje, oda nem jut el. Tehát annyira csomósodnak ezek a
a csoportok a virtuális térben is, a kommunikációs térben is, akkor is, ha nincsenek akadályok. Tehát nem kell manipulálni a média piacot ahhoz, hogy ezek a csoportok csak saját zárt körben maradjanak, és ebben a zárt körben egymást erősítsék, és ezért tudnak nagyon hülye gondolatok ezeken a csoportokon keresztül erősödni, felerősödni, mert ezek gyakorlatilag egy öngerjesztő folyamatként működnek. Hát ez szerintem, ugyan az állatok nem viselnek mobiltelefont, meg nem kattingatnak különböző ilyen, de az emberek viselkedésében ezek új eszközöket nyitnak, és így a csoportoknak a viselkedését, adott felfogású csoportoknak a viselkedését ezeken az eszközökön keresztül nagyon jól meg lehet ismerni. A kvantum mechanikához meg annyit, hogy ugye még most is azért a tudománynak erősen korlátos a tudomány, tehát nagyon sokat nem tudunk, sokkal többet nem tudunk, mint amit tudunk, akármilyen tudományterületről legyen szó. És vannak olyan jelenségek minden tudományterületen, amelyeket elég nehéz megmagyarázni a jelenlegi ismereteink szerint. És ugye én azt gondolom, hogy a kvantummechanika, vagy az a szemlélet, az még nagyon sok olyan meglepetést fog a felszíne hozni, amelyről jelenleg nincs tudomásunk. Tehát elképzelhető, hogy ezek mögött, a jelenségek mögött, amit adott esetben adott tudományban nem ismerünk, ezek mögött valamiféle olyan távolhatás van, amit csak ilyen kvantummechanikai módon tudunk megmagyarázni. Kicsit szeretnék visszatérni erre a hangkisféle buborékra. Ugye azt mondja, hogy az emberiség kialakít egy ilyen védő burkot, amit civilizációnak nevez, azért, hogy védekezzen a csúnya külvilág ellen. Nyilván az ős erre azt mondaná, hogy ezt azért alakítja ki, hogy megszervezze az emberek közötti kooperációt, amely által működőképes és versenyképes társadalmakat tudnak kialakítani. Ami engem izgat, az az, hogy vajon hogyan alakulnak ki ezek a szimbólumhalmazok, ezek a civilizációk, a kultúrák, ezek a szabálygyűjtemények, hogy a kereszt is ide tartozik tulajdonképpen. Bármi, amiben a közösség tagjai egyetértenek, hogy ilyen meg ilyen helyzetben így kell viselkedni, az ebbe a csomagba tartozik. Engem az izgat, hogy ez hogy alakul ki. Valami mérnöki tevékenység, valaki kitalálja, és akkor így lesz jó. Nem hinném, vagy csak részben, de én inkább ezt egy evolúciós folyamatnak tartom. Ugye vannak ezek a bizonyos ideák, amik az evolúciós elmélet egy ága szerint replikátorok, azaz egy evolúciós logika szerint replikálódnak. Mémeknek is nevezik őket. Kérdezném, hogy nem lehetne-e az emögött a dolog mögött, hogy tehát az a próbálgatják az emberek a különböző ötleteket, és nyilván az fog fennmaradni, amely a csoportot elég hatékonnyá teszi a fennmaradásban, a többi csoporttal való versengésben. Mi erről a tisztelt urak véleménye? Vannak az időjárással kapcsolatos népi megfigyelések, amelyeknek a múltban nagyon sok valóság alapja volt, ezek külön tudományteret foglalkozott, hogy mi volt a meteorológia alapja azoknak a megfigyeléseknek. Ezek valójában élet-halál kérdése volt a múltban. Ugye a múltban az időjárásnak az ember nagyon ki volt téve, egyébként most is, csak most már tud valamennyire védekezni, de az élete függött attól, hogy jól csinálja a dolgokat, és azokat a tapasztalatokat beépítse, felépítse, amelyek ezt stabillá teszik. És ilyen értelemben biztos, hogy ezek rögzültek a társadalom, és ezek a szabályok ilyen tulajdonképpen evolúciós módon alakultak ki, tehát aki nem úgy csinálta, és nem akkor ültetett, meg vetett, meg nem akkor tartotta ezeket, az megnézhette magát, egész konkrétan az kihalt, az ilyen Darwin díjas lett, aki unortodox módon próbált közelíteni a mezőgazdasághoz. Na most annyi probléma van ezekkel, hogy ezek a regulák, ezek ma már nem érvényesek, tehát amíg érvényesek voltak a civilizáció nagy részében, mert az időjárás, a klíma többé-kevésbé kiszámít, vagy állandó volt, vagy legalábbis a szó klasszikus értelmében, most olyan változások vannak, hogy ezeket a regulákat majd mikor kell vetni, aratni, el lehet felejteni. Tehát aki most akkor arat, amikor a 10 000 éve az ősei arattak, az megnézheti magát,
mert addigra kiszárad, kifagy, kirohad, és nem lenne. Más kérdés, hogy most nem vagyunk annyira kitéve a meteor, vagy az időjárásnak ugye a táplálékunk biztosítására, de ez régen, ez valószínűleg evolúciós történet lehetett, tehát ezeknek a rögzülése. És nyilván ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek is, mert azért ez az emberiség történetében azért a földművelés az egy meghatározó szükséglet és tevékenység volt. Tehát nyilván nagyon sok minden kapcsolódott még ehhez. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, kezdjük egy anekdotával. Az intellektuális nagypapám, J.B.S. Haldane, azzal kezdte volt annak idején a populáció genetika előadásait, hogy van két mondat. Az orromat az apámtól örököltem, és az órámat az apámtól örököltem. És a biológus csak az első mondat érdekli. Na most ez nem teljesen így van. Van egy olyan, Darwin szinte mindent kitalált, amit kvalitatíve ki lehetett találni az evolúcióról, de egy valamit nem talál, egyszerűen nincs benne. Ma úgy hívják, hogy niche konstrukció, niche construction. Tehát a niche ugye az az ökológiai feltételrendszer, ami egy fajnak a direkt responszív környezetét adja, és a klasszikus evolúció elmélet úgy működik, hogy a biológiai populációk alkalmazkodtak a környezethez. Na most ugye például, hogyha egy hód épít egy várat, azt a gyereke is meg tudja örökölni, igaz? Tehát a hód úgy tudja megörökölni a várat, mint ahogy mi az órát az apánktól. Tehát csak azt akarom mondani, a niche construction, amire a kérdés utal egyébként, hogy ez a, megcsináljuk ezt a buborékot magunk körül, ez epizodikusan előfordul a biológiai evolúció más területein, és egyébként a baktériumok is csinálják, biofilmeknek hívják ezt a baktériumok által konstruált nist, amelynek több generációra való hatása van, és pozitíven tud visszacsatolni arra a baktériumra, amelyik ezt csinálja. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani, a másik dolog pedig az az, hogy ami nagyon izgalmas ezekben a kooperatív játékokban manapság, az az, hogy a szociális normák hogyan terjednek el. Tehát, hogyha ugye vannak a különböző akciók, amiket az egyes aktorok tehetnek, de hogy a különböző akciókat milyen alapon mérik, milyen alapon minősítik jónak meg rossznak, ez már a szociális norma kérdése, és ez általában nem genetikailag öröklött, ez kulturálisan alakul ki, és az érdeklődés homlokterében vannak azok a jelenségek, amelyek a genetikai háttérnek és a szociális normának ezt a genetikus és kulturális evolúciót egyszerre próbálják kezelni. Ez egy nagyon nagy terület lett megint, de valóban hihetetlenül fontos, mert ugye szegény csimpánzok a szociális normát nem tudják átadni megegyezés szerint. Ez egyszerűen azért van, mert nem tudnak beszélni róla. Durván szólva. Tehát a nyelv megjelenése az borzasztó, az egyszerűen alapvető fontosságú volt az egész szociális norma kérdésben, természetesen, mert a kumulatív kulturális evolúciót a nyelv alapozza meg. Nem kumulatív kulturális evolúció, rudimenter formában van a csimpánzoknál, és kb. 70 kulturális bélyeg van, ami nem genetikai. Na de hol vagyunk mi ettől? Köszönöm szépen. Mivel a két kollégám beszélt, én kértem, hogy hadd mutassak be egy kísérletet, de ezek után most már följogosítva magam, érzem magam erre. Remélem, hogy ez meg is fog jelenni, itt nálam már megvan. 1805-ben egy Young nevű fizikus kolléga, csak most ezt el is, ja megy is, egy olyan kísérletet csinált, hogy vett egy képernyőt, két kis lukat csinált rajta, fényt engedett át, és a mögötte levő képernyőn csíkok jelentek meg. Ezt úgy hívják, hogy interferencia, a két lukon átmenő fény, mint hullám, interferált egymással, mint ahogyha két követ döbünk le a vízbe, akkor felületen a hullámok interferálnak. De ezt megcsinálták atomokkal is, és ugyanúgy kaptak interferenciát. Most ezen a kísérleten ez elektronokkal történt, de úgy, hogy egyszerre csak egy elektron volt ott. Volt egy ernyő, két luk, és egyszerre egy elektron érkezett.
És mégis, ahogy ezt nézik, szépen, nem tudom, hogy lehet megint visszamenni, szépen kialakult ez a csíkrendszer egy-egy fölvillanás alapján. Jönnek az elektronok, minden elektron fölvillanás egy kék pötty ezen az ernyőn. Jönnek össze-vissza, és egyszer csak lassan kirajzolódik belőle ugyanaz az interferencia csíkrendszer. Ez azt bizonyítja, hogy az elektron nem csak hogy hullám lehet, hanem kvantummechanikai rendszer is, amelyik bizonyos valószínűséggel az egyik lukon megy át, bizonyos valószínűséggel a másikon, és ez a kettő interferál egymással. Nos, hogy ez a jelenség ez milyen érdekes, arra hadd mondjam el azt, hogyha az egyik lukat, hát nem letakarom, hanem tudom, hogy melyik, ha tudom, hogy melyik lukon ment át az elektron, akkor ez az interferencia csíkrendszer eltűnik. Ez olyan, mint hogy kinyitottam a dobozt, és megnézem, hogy a macska élt, vagy meghalt. És hogyha egy óra múlva, vagy egy nap múlva elfelejtem azt, hogy tudtam, akkor újra visszajönnek a csíkok. Ez azt jelenti, hogy a kvantummechanika mind az idő, mind a távolság képzetben valami gyökeresen mást képvisel. Tehát én az egyik elektron a világegyetem egyik végén, a másik végén, mégis össze vannak kapcsolva. Ez a csíkrendszer kialakult, én elfelejtettem, egy hét múlva visszatérek rá, újra visszajön. Ugyanaz a képrendszer. Ehhez hozzá kell szokni, megérteni nem lehet, de hozzá kell szokni. Hát köszönöm, hogy ezt... The question I have is, what do you think the probability is that, in fact, other intelligent life hasn't contacted us because we're like the Republicans in Orange County? I'm very serious about it. Okay, so I think an answer to this question has several layers. First of all, maybe it's an age-related phenomenon, but you know, in my case, it's not an insult. I'm insulting myself. So one of my fields is actually the origin of life, right? So as I am growing older and older, I think that the origin of life from the chemical mayhem from which it starts is not a very probable process. And that is what I think, okay? So the prediction is that if you have in principle habitable planets, you know, a thousand of them, elfben a very lively, azok a bolygók, amelyen valószínűleg van élet, tehát lehet, hogy vannak többen is, és az is elképzelhető, hogy valamiféle primitív élet kialakult ezeken a bolygókon. És ezt hamarosan mérni lehet a közeljövőben méghozzá azért, mert képesek leszünk arra, hogy az atmoszfér tartalmát, az exobolygóknak a tartalmát elemezzük. És hogyha sikerül azt megtalálni, vagy arra rájönni, hogy kiesett ebből a termodinamikus egyensúlyából, akkor végül is ez egy jó adalék lehet ahhoz, hogy valójában valami biológiai élet jelen van ezeken a helyeken. Én nagyon örülnék, hogyha ezt tudnák igazolni, de azt gondolom, hogy nem fogunk semmi érdekeset találni. Legalábbis ez az én predikcióm. Az is elképzelhető, hogy teljesen az egész galaxisban egyedül vagyunk, ami már elég rossz hír önmagában. A másik dolog, hogy nyilvánvalóan, ha egyszer valamiféle primitív életet felfedeztünk, az sem garantál semmit, mert ha megnézzük a Föld történetét, az egész evolúció felében ugye baktériumok győzedelmeskedtek, ami mi a következtetés? A második elmélet, vagy gondolat, hogyha van meg valahol élet, akkor az eseteknek a 99%-ban van valami baktérium szintű élettel találkozhatunk, és az intellektuális, intelligens élet azért nagyon ritka lehet valószínűleg. Tehát nem valószínű. Az én válaszom nem egy elméleti, hanem inkább egy filozófiai jellegű. A tudományban lehet kísérletáltal bizonyítani dolgokat. Az elmélet-részek nagyon sokféle egyetemességet tudnak bizonyítani. Annyi
galaxist, amennyit csak akarnak, de hogy egy pont ilyet, amíg tulajdonképpen nem bizonyítjuk tételesen, addig csak filozófia marad, nem pedig tudomány. Robert előadása ihletett meg engem a kérdésemre. Bibó István a 30-as években, amikor megírta államtudományi vagy jogtudományi doktorátusát, egy lábjegyzetben, ahol arról beszél, hogy a természettudományban van okság, a társadalomtudományokban pedig axiológia és egyéb determinációk vannak, Nicole Hartmann nyomán egy lábjegyzetben megemlíti a kvantummechanikát is. És észleli ennek probabilitási konzekvenciáját. És azt mondja, hogy lehet, hogy így van, de ez akkor se érinti az okság elvének az érvényességét. Tehát látta a problémát, de igazából véve félretolta, és azt mondta, hogy viselkedjünk úgy, mintha az okság továbbra is érvényben lenne. Most mi szociológusok a kvantummechanikáról nem veszünk tudomást, mert továbbra is kauzális analízisekkel elemezzük az adatokat, amelyekből azt gondoljuk, hogy van megoldás. Így van. De rendben, de a következő a probléma, hogy ugye Newton azt mondja, vagy Newton nem Newton, a Montesquieu is azt mondja, hogy ahhoz, hogy a világot Isten kormányozni tudja, a törvényekre van szüksége. Mert ennélkül nem tudná kormányozni a világot. Én szerintem Einstein is úgy lenne ez az álláspont a helyezkedett, amikor azt mondta, hogy nem lehet elfogadni a kvantummechanika probabilitási következményeit. De én szerintem mind a kettő lehetséges. Akár Isten, akár a törvényekkel, ha pedig a világ abszolút kontingensnek tűnik számunkra, akkor pedig az isteni beavatkozásnak tág tere nyílik. Az nagyon fontos, hogy nem minden olyan jelenségnek van kvantummechanikai oka, ami annak látszik bizonyos szempontból. Tehát léteznek olyan pszichológiai kísérletek, amely kísérletekben a valószínűségek elemzése alapján úgy tűnik, hogy olyan hatások vannak, ami minket a kvantummechanikára emlékeztet. Viszont azt tudjuk, hogy a neuronhálózati modellek is tudnak olyan eredményeket produkálni megfelelő provokáció hatására, ahol olyan eloszlások keletkeznek, minthogyha kvantumjelenség lenne mögötte, pedig mindenféle kvantumjelenség nélkül le lehet modellezni. Tehát azért vigyázni kell ezzel, hogy ne ugorjunk. Tehát ugye volt az, hogy olyan cheap dolog, olyan olcsó dolog az Istent mindig akkor előhozni, amikor valamilyen hézag van. Ugye a hézagok istene. Most nehogy a kvantummechanikával is ugyanezt csináljuk, mert akkor abból azért csak egy nagy katyvasz lett, bocsánat. Hát köszönjük szépen. A kollégát megérdemlik a tartalmat.